azt, hogy az egyelőre csak demokráciát követelő forradalom valóban irányba sodródik, radikalizálódik, jobban szemlélődik a kormány. Nagy Imrék számára és a szovjetek számára tehát két lehetőség volt, vagy egy minden szempontból létszámát, hadditechnikát és a támadások brutalitása, világháború színvonalra emelve, katonai előzőt levenni a kormányt, kísérlet, vagy azt is mondtam, hogy a nagyfalába vágtam a fejszínet. Mindjárt a címben talán egy kicsi korrekciót is teszek, amikor azt adtam címnek, hogy a vidéki társadalmi program, utána a társadalmi programot idézőjelbe is tehetném. Nagyon sok település forradalmi szervezet megfogalmazta a követeléseit, 56-os forradalom idején, de azért azt kell mondani, hogy kidolgozott, koherens társadalmi programról nem beszélhetünk, vidéken ugyanúgy nem, mint országos viszonylatban. Ez a forradalom jellegéből is adódott, hogy alulról szerveződő, spontán forradalom volt, Szabó Zoltán megfogalmazásával, amelyeket nagyon tetszik, népforradalom, aminek nem volt egységes irányítása, nem volt vezetése, ha lehet ezt mondani, de az országon néhány nap alatt végsöpölt, és az idő rövidségéből is adódik, hogy koherens programok kidolgozására nem volt lehetőség. Azonban, mint mondtam, szinte minden település megfogalmazta a saját követeléseit, vagy egy népgyűlésen, vagy megválasztott forradalmi szerv, ő fogalmazta meg a követelés listáját, és küldte el akár a kormánynak, akár a megyeszékhely. Ezek természetesen a pillanat helyében fogalmazódtak, nagyon sok esetben a megfogalmazás tömör, néha meg kell fejteni pontosan, miért gondolhatnak, vagy fésületlen elírásokkal tele van, ugyanaz a követelés akár több pontban is benne van, általában egy oldalasak, 20, egy néhány pontban áll, de nekem részletesen neki négy oldalas követelés listával is találkoztam, az már teljesen ütesek számom egy. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy bizonyos program, azért a reformkommunistáknak volt, de ezen a programon október végére legalábbis az én értelmezésemben már a forradalomnak a eseménysora, a forradalom híve, ha úgy tetszik, a forradalomi követeléseknek a radikalizálódása az túllépett. Itt az idő tényezőnek is fontos szerepe van, és a forradalom térbeli kiterjedésének. Ugyanakkor sokszínű szerepeágazó követeléseket találunk, amiben nagyon sok minden kiolvasható, egy tendenciákat,
próbálta figyelni, illetve többségi vélemény, amennyire azt különkezetből olvasni. Természetesen, ha a vidéki követeléseket nézzük, akkor a nagyvárosok, főleg egyetemi központok, megyeszékhelyek programjairól, követeléslistáiról tudunk többet, ezek maradtak fel nagyobb arányban, de nagyon sok megmaradt azért, például a Hajdúviharban nagyon sok kis településnek a követeléslistája megmaradt, amely szintén nagyon tanulságosak. Az is nagyon fontos, és emiatt én a vidéki követelések tanulmányozását fontosnak tartom, hogy tulajdonképpen október 26-27-e körül nagyon sok vidéki településen hatalomváltás már megtörtént, tüntetés, népgyűlés, forradalmi szervezet megalapítása, és ezek a települések, azoknak a forradalmi szervei saját kezükbe vették a sorsuk irányítását. Tulajdonképpen ilyen értelemben ezekben a településeken, főleg a kisebb településeken, ahol viszonylag átlátható voltak a viszonyok, ott könnyebben és tisztában meg tudták fogalmazni a elképzelésüket. Nagyon sok esetben már október 28-a előtt, tehát azt megelőzően, hogy nagyobb a forgató mellével. Nagyon sok vidéki településen a szerepet játszott, hogy a régi hatalomnak nem volt fegyveres bázisa, vagy több településen a katonasság a forradalom elé állt, például Debrecenben is. Hogyha vidéki településeket nézzük, akkor nagyon fontos, hogy magukra maradva, tulajdonképpen elzárva a fővárostól, a központtól, sok esetben a regionális központoktól is meg tudták szervezni a saját életüket, szűkebb és tágabb közösségüknek a életét. De nagyon különböző a forradalmi szervezeteknek az elnevezése, azok, amelyek egy-egy települést képviseltek, és nem szeretnék belemenni. Viszont az nagyon fontos, hogy a településméretnek az átalakulásban és a követelések megfogalmazásában is, hogy az milyen, mennyire előrehaladott a forradalom napjai során, hogy a konfrontáció megvan, radikalizálódnak a követelések. Kisebb településen, ha jobban átláthatók a hatalmi viszonyok, ott nagyon sokszor nem kell többszörös helyi választást tartani. Nagyobb településeken sokszor jellemző, hogy először még a tanács és a pártvezetők befolyásolni tudják az eseményeket, esetleg közülük is belekerülnek a forradalomba. Ezeket nagyon sokszor a következő második választásnál, szavazásnál kiszorítja. Nagyon fontos szerintem a kisebb településeknek a követeléseket állni. Gondoljunk bele, hogy 1956-ban Magyarországon még a lakosság több mint 60%-a a községekben élt. Még a járási központok, a járási székhelyek zöme és nagy község volt 1956-ban, csak később kaptak a városi rangot. Egy egészen más település szerkezetet kell elképzelnünk, mint manapság. Ez szintén szerintem arra irányítja a figyelmet, hogy a kisebb települések követeléseit is tanulmányozik. És hát a második szakaszban pedig megtörténik akár megyei, akár járási forradalmi szervezeteknek a létrehozása, illetve mind a kettő. Megyei szervezetek még csak van feldolgozás, de járási szintű feldolgozás viszont nagyon kevés elvétve akad a 56-osztatú hatalomban. Azért is fontos szerintem a vidéki követelésnek a tanulmányozása, mert október végi, november elején napokban, sőt már előtte néhány nappal is vidéken szabadabb és könnyebb volt az információ állomás és a véleménycsere. Hát a véleménycsere a közvetlen kapcsolatok miatt eleve, de hát a tömegkommunikáció az országosan változik, mert nagyon sok településen helyi rádió sugároz, Miskolc,
amit az ország keleti felében nagyon hallgatnak, Győr, amit aztán a Dunántúlon. Néhány nap után, amikor a forrambizottmányok megalakulnak, kezdődik az igazgatós irányítás, a nagyobb települések, ami a helyi sajtó is az ő kezükbe kerül. Sokszor ezért különbség van, hogyha mondjuk az országos sajtót, a fővárosi sajtót nézzük és a vidéki sajtót. És hát azt gondolom, hogy Nagy Imrének a fordulatában is jelentős szerepet látszott az, hogy milyen híreket kapott vidékről. Kezdetben ugye a borsodi munkástanácsügyre való tanácskozás, később más településekről is milyen hírek érkeztek, illetve a vidéki rádiók is egyfajta forradalom melletti kiállást és hangulatot tükröztek, ami nyilván befolyásoló. Először végigvenném azokat a követeléseket, amelyek országos követeléseknek tekinthetünk. Fővárostól vidéki nagyvárosokon át kisvárosokig és falvakig tulajdonképpen megtalálhatjuk a programjában ezeket a követeléseket, a település független. Ezeknek egy része elég jól ismert természetesen, ilyen a külpolitikai program. Először a nemzeti függetlenség, semlegesség. A semlegesség van, ahol már október 23-a utáni napokban szerepel a követelésében, hogy a Varsói Szerződés a kilépés is, van, ahol nagyon hamar szerepel, van, ahol később, de október végére, november elejére az általános lesz. Mint ahogy ezzel együtt olyan pontok, mint az államközi szerződések revíziója, egyenjogú kapcsolat a szomszéd népekkel, egyenjogú gazdasági kapcsolat a Szovjetunióval, ez már a legkorábbi követelésekben szerepelt, mint a műegyetemi követelésekben is. És hát ezt még nagyon sokféle követelés színesíti, a konfederáció például a debreceniek, a miskolciak, a veszprémiek programjában, magyar hadifoglyok hazahozatal, a Szovjetunióban nagyon sok pontban szerepel, és természetesen most azt a szempontot is nézhetnénk, hogy ez mennyire voltak az adott pillanatban, vagy adott helyzetben reális követelés, akár mind a konfederáció, vagy egy ideális elképzelés, vagy vágyalom, vagy utópia. A politikai rendszerről egyértelműen az ország október végén és november elején már úgy gondolkodik, hogy az egypárti kommunista diktatúra helyett több párt rendszer és szabad választások alakítanak majd ki egy új, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nyugati típusú polgári demokráciát. A lakosság széles rétegeit egyesíti a forradalom napjaiban a diktatúra megdöntésének vágya és a szolgálatcsapatok kivonásának a vágya. Ez egy fő összekötő tényező. Hogy gondolkodik ebben nagyon nagy a különbség. Debrecenben az első követelés, ugye október 24-ig büntetésen, ott érdekes, hogy választás szerepel, de ez nincsen definiálva, több pártról nincsen szó, tehát ezt lehet így értelmezni, mint hát az adott rendszeren belül, az MDP-n belül választást szorgalmaznak, mint hogy műegyenlíteni követelésre mind a kettő benne van még, ugye ott már van több párti választásról szó, és van szó arról, hogy MDP kongresszus tűzön. Viszont Szombathelyen már október 27-én nem, hogy több pártrendszerről van szó, hanem a Vas megyei nemzeti tanács az eleve a politikus pártok képviselőiből alakul meg, itt a pártosodás az egyértelműnek figyelhető. Legtöbb helyen persze úgy gondolkodnak, hogy szabad választásokról és a pártok szerepvállalásáról majd később legyen szó, előbb még a forradalmat megkérdezik. A polgári demokrácia intézményrendszerének a követelése rajzolódik ki, nem csak a szabad választásokban, hanem a polgári szabadságjog követelésében, gyülekezési szabadság, sajtó, vélemény, szólásszabadság, tájékoztatás szabadsága, mozgásszabadság, utazási szabadság, rádiózavarásának megszüntetése, vallásszabadság, sőt, bizony függetlenség is megfogalmazódik, valamint az, hogy a pártok legyenek a munkahelyeken, pártirodában legyen munkás nevelkedő, vagy
nagyobb pártidobák, az alapítsákát, lakássák, sztrájkok, független szakszervezetek. Független szakszervezet nagyon sok értelében szerepel, miközben az nem definiált, hogy mi lehetne a független szakszervezetnek a viszonya a munkástanácsokkal, amelyek ugye a forradalom első napjaitól sorra alakulnak meg a részben a nagyobb gyárakban, de aztán a különböző intézményekben is, és nyilván van egyfajta érdekvédelmi szerepünk, de ennél több is a vállalatok irányításában is szeretett játszani. Ugye ez később majd egy többpárti demokráciában hogy éleszkedik be, nyilván ez a forradalom napjaiban nem definiálódik. De nagyon sokszor megfogalmazódik, hogy egyelőre egy ideiglenes kormányról beszélünk, majd a szabadválasztások után alakul meg a igazi kormány, illetve egyelőre ideiglenes nemzetgyűlés. Sok olyan javaslat van, ahol arról gondolkodnak, hogy akkor kik legyenek az ideiglenes nemzetgyűlésben. Ideiglenes nemzetgyűlésben például helyi forradalmi szervek képviselőjét delegálnák, vagy az ideiglenes kormányban akár a fegyveres felkelőknek a képviselőjét is több ilyen kivetelésben. De megfogalmazódik a tanszabadság is, egyetemi felvételi, mivel el kell törölni a korábbi származási és osztály szempontokat. Megfogalmazódik a közigazgatási reform, helyi forradalmi szervek szerepe a helyi közigazgatásban, ezt ugye Nagy Imre is elismeri október 30-i beszédében, ahol megfogalmazta, hogy a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati szervekre támaszkodik a kormány, és gyakorlók a kétiszenet államparátokat. Hogyan? Nyilván ez a forradalom napjaiban nem világos, illetve nem világos, hogy a későbbi, mert erről is szó van, hogy helyben, településeken önkormányzatiság alakuljon meg. Mi lesz majd a települési önkormányzatnak a viszonya ehhez? A forradalom napjaiban egyetlen egy helyen rendeztek helyi képviselő választást, ugye ez Kiskunhalas volt november 1-én, a Kisgazdapárt 76%-os többséget ért el. Hát ezt nem tudjuk szintén, mert a pártosodás az utolsó napokban kezdődik el, de valószínűleg az Alföldön a Kisgazdapártnak nagy befolyása lett volna, és nagy szerepe egy szabad választáson. Természetesen olyan törekvések is kiolvashatók, amik a közvetlen demokrácia fele mutatnak, például döntsünk népszavazással, ilyen követelés is megfogalmazódik legalább sítás kérdésekben, illetve itt van a munkástanácsok szerepe, és itt van a helyi forradalmi szervek szerepe, amelyek kérdés, hogy egy későbbi szabad választás után létrejövő új rendszerben milyen szerepet kapnának. A politikai diktatúra és állampárti rendszer leépítése is ott van a követelésekben, természetesen már a forradalom napjaiban az AVH megszüntetése, politikai foglyok szabadon bocsátása, a sztálinista vezető leváltása, és itt nem csak állam és pártvezetőkre gondolnak, hanem nagyon sokszor vállalatvezetőkre is, egy követelésben ott van. A politikai követelések mellett, bár ennek is van politikai jelleg, de a másik nagyon fontos az a nemzeti jelleg, hangsúlyozás, a visszatérés a nemzeti hagyományokhoz, ebben a nemzeti szimbólumok, ünnepek, Kossuth címe, március 15, október 6-a legyen ünnep, sőt a keresztény ünnepek is, nagyon sok település követeléseiben, a vidéken megfigyelhetők, munkős, húsvétvétől visszaállítása, mint állami ünnep, katonáknak nagyon egyenruha, tankönyvek átírása nemzeti szellemben, különösen történelemkönyvek, földrajzkönyvből írják ezt több helyen, hogy azt mindenképpen át kell írni. Útnevek megváltoztatása, hiszen nagyon sok szovjet, orosz, hát kommunista politikusról van elnevezve utca, tér az országban. Nevelés-oktatás nemzeti alapra helyezése. Sok helyen emellé hozzáteszik a vallás-erkölcsi alapon való nevelés megvalósítását, és nem csak falvakban, sok esetben még munkás közegben is. Például Csepelen is ott van a pontok között ez a vallás-erkölcsi nevelés. Hát ez azt hiszem elég jól mutatja azt, hogy a kommunista ideológia és nevelési kultusznak
csőrgyéről beszélhetünk. Kötelező rossz nyelvtanulás eltörlése, hitoktatás bevezetése. Itt megint sok vita van, mert általában fakultatív hitoktatásra beszélnek, de több pontban szerepel a kötelező hitoktatás is. Társadalmi és szociális követelések, normarendszer eltörlése az iparban, adócsökkentés, mezőgazdasági megnyitás eltörlése, ez is megvalósul már a korábbi napjaiban, bérrendezés, alacsony fizetések felemelése, lépmínimum megalapítása, kiemelt bérezés felülvizsgálata, magút fizetések megszüntetése. Jellemző követelésekben, hogy a vagyoni különbségek és jövedelmi különbségek inkább kiegyenlítése fele mutatnak a követelések, alacsony nyugdíjak felemelése, de szerepel több pontban a nyugdíjkor határ csökkentése, hát ugye mennyire megvalósítottak ez a nagy kérdés, gyermektelenségi adó elterülése, családi pótlék egy gyerek után is. Nagyon sok követelésben megfogalmazunk, hogy olyan fizetések és családi pótlék legyen, ami lehetővé teszi, hogy a nőknek ne kelljen dolgozni, 40 órás munkahét, stb. A gazdaság és a tulajdon viszonyok tulajdonképpen már egy legfontosabb kérdés, amikor a részletekbe most nem fogok belemenni, csak abba, hogy hazai adottságunkban megfelelő gazdaságpolitikát, központi termékosításos rendszer felvizsgálatát követelik, illetve a mezőgazdaság támogatását, kiskereskedelmi, kisipari intézését, de egyértelmű a törekvés, hogy gyárak, bányák, bankok, nagyüzemek maradjanak állami tulajdonban. Új árrendszer. Nincs szó külföldi tőkéről, nincs szó privatizációról, nincs szó reprivatizációról. Maximum ugye a volt koalíciós pártok szerveződnek újjá, illetve keresztény, nem a keresztény szociális jellegű pártok is. Na ott találunk ilyen keresztény szociális pártnál, nem ez pont az elnevezése, de keresztény szociális jellegű, hogy állami bankokat alapítsák részvénytársaságra, ahol 75% a résznek lenne a dolgozók, és 25% maradna az államnak. Ezt helyi forradalom követelésekben ezt hasonlóta nem találtam. Valószínűleg ez a forradalom napjában nem volt többségi vélemény. Inkább többség vélemény volt az, hogy se kapitalizmus, se kommunizmus, de ezt a kapitalizmus alatt a 45 előtti rendszert éltették, a nagybirtok rendszert. A korabeli 1950-es évekbeli kapitalizmusban nem sokat mutattak a vasfüggöny miatt, még az ausztriai viszonyoktól se sokat tudtak. És hát nagy kérdés, hogy milyen rendszerben gondolkodjuk. Sokan egyetemisták, idézem, október 29-én Győrtel fogalmazzák meg, szabad független Magyarországot akarunk, ahol valóban minden hatalom dolgozna. Illetve az SZDP Szabolcs-Szatmár megyei szervezete és nyíregyházi szervezete a Miskolci gyűlésen fogalmazott október 31-én magántulajdon hívei vagyunk, vannak a magántulajdonnak, amely a dolgozó népet nem zsákmányolja ki. Az elnyomás mellett a kizsákmányolás, mint kizárandó vagy kiiktatandó szempont is ott van a követelésekben. Balinkai bányászok fogalmazzák meg, szintén idézem, a magyarországi társadalmi forma kérdését teljesen tiszta, kényszermentes, szabad választáson kell majd eldönteni. Hát ez ugye jövőre tolja ki a megoldást. Azonban, hogyha vidék községeit, fal vagy nagyközségeit nézzük, ennek a részletezésére már nincs idő. Ott a szabad földadás vétel, a szabad tarasztú gazdálkodás szerepel, teljesen egyértelmű, hogy magángazdaságra gondolkodnak, és a magántulajdon védelmében. Itt is vita van arról, hogy milyen mértékű legyen ez a visszaigényelhető földterület, mert hogy a földet kapják vissza, a parasztok, illetve a kártonocsőtőket, a nagyon sokkal a dereskedjek 20 holdig, más követelésének 50 volt is megjelenik, Nádunkból 15 volt, Józsa 2 volt családtagunként. Tulajdonképpen a legáltalánosabb megfogalmazása az, amit Konyári a követelésében találtam. A kormány dolgozza ki, hogy mennyi földet lehet magántulajdonban,
Oly módon, hogy tisztes megélhetést biztosítson, de ne vezessen cseléptartástól. Tehát családi gazdaságban gondolkodnak, ennek a kereteit képzeljük el. És hát ha a faluról beszélünk, akkor nagyon fontos, a 45 és 47 között virágzó, azt mondanám, egyletek, civil szervezet, olvasókörök, gazdakörök, népkönyvtárak nem csak a helyi képviselőtestületet állítanák vissza, hanem ezt a 45-47 között létezett, egyébként plurális jellegű helyi, mondanám azt, hogy polgári társadalom. Hát nehéz megmondani akkor, mi is az igazság, a gyár legyen a munkásoké, mert ugye állami tulajdonban legyen, de akkor legyen beleszólás ugye a munkástanácsoknak, a föld meg legyen a parasztok. Köszönöm szépen. Játszottak le. A reggeli órákban a felkelők elfoglalták a kieget sűrös sérelmezatokkal. A következő napokban harc nélkül a pártházat és a rendőrséget is megszállták, majd ellenőrzésük alá vonták az egész városrészt. A munkás között megtartását, ahol az ország legnagyobb gyára is működött, a politika és a katonai vezetés kezdtés kérdéset tartotta, sehol sem összpontosodott akkor erőket hatalma visszaszerzésére, mint itt. Győzelmük azonban bűvösszínak különült, hogy a legkor, október 28-án a politikai vezetés immár a tömegek jogos megmozdulásának értékelte az elmúlt napokat. Ezt követően ország szerte, így Csepelen is, kibontakozott a társadalom önszerveződése, egyúttal a korábbi rendszer támogatóinak összeomlása. Ennek keretében alakult meg Csepelen is a nemzetőrség. A Csepeli Nemzeti Bizottság Magyar Erdő segédmunkást javasolta a nemzetőrség parancsnokának, aki 1945 előtt megtörtént zsidó családokat. Ekkor azonban a felkelő szülőtség azt követelte, hogy közülük, vagyis a forradalmi ifjúság részéről is válaszol be veletőt, és Bukó Istvánt, aki Kárnál és a források szerint csendőr volt korábban, őt javasolták. Így ő is a Nemzeti Bizottság tagjává és a nemzetőrség parancsnok helyettesévé avanzsált. Magyar mérséget forgalmából szemben helyettesével a nála sokkal radikálisabb Bulival, aki a harcosok körében óriási tekintélyének és népszerűségének örvendett. Major, ahogy a Nemzeti Bizottság, ahol a Csepei Nemzeti Bizottság is inkább csak a rend fenntartását kívánta a nemzetőrséggel elérni, politikai kérdésekkel deklaráltan nem akar foglalkozni, míg Buri a bukott rendszer mihamarabbi teljes lebontására törekedett. Arról is tudomásul, hogy ők ketten milyen társadalmi rendszert vállaltak kívánatosnak. A nemzetőrség Csepelen csak úgy, mint szert a városban, a legfontosabb objektumokat, raktárokat gyára védte, vigyázott a közrendre, a boltoknál, az utakon megfékezte a garázdálkodást, segítette a lakosság elváltását. A rendőrkapitányságon lévő parancsnokság a legész 21. kerület ellenőrzése alá mondta, így a királyerdőben lévő Sorok Károly csoportját is. A 2300 főnyi nemzetőrséget 80%-ban a fiatalok alkották. A magyar hadvezetés november 1-től, amikor folyamatosan friss szovjet csapatok szivárogtak a határon, a főváros védelmének megerősítésére körkörös védelmet írt elő. Budapest minden kijáratánál egy-egy ütegnél vagy helyenként mi nagyobb tűzerővel felszerelt tüzelőállást létesítettek, megakadályozzák a szovjet csapatok budapesti invázióját. Az alakulatok valamennyi főutat elzárták, és azokon különböző nehéz fegyvereket tüzelőállást foglaltak el. A Cseperkhez közeli légvédelmi tűzérzet 9 ütegét viszont már korábban tűzrendszerre helyezték.
November 4-én hajnalban, 4:45-kor Kovács József főnagy főparancsnok riadót rendelt el. Ám még hajnalban a szövetek a harcálláspont és tőle mindegy egy kilométerre levő 6-os ütek kivitelével minden üteget megszálltak. Az ezred katonának egy része harcolni akar. Először néhányan a tisztek közül is elszállnak mutatkoztak, de végül csak Kőrösi Sándor főadat tartott ki. Társai a reggeli nagy harci lelkesedés helyett tompa közöny tudatot rajtuk, felhívásokra senki nem jelentkezett valóta később Kőrösi. A vezetésével a sorkatonák és a civilek együttes erővel levitték a leveleket Csepel központjába, a Szent Imre térre. Kőrösi előzőleg azt hangozatta, hogy minden hazafinak kötelessége, hogy legalább lőszert szállítson. Így 6 közepes leveget és kb. 15 láda lőszert szállítottak a városrész központjába. A bekövetkező rendkívül erőteljes csepeli fegyveres ellenállás azért vált lehetővé, mert a szovjetek nyilvánvalóan mulasztásból egy üteget nem fegyvereztek le, és mert akadt egy olyan tiszt, aki rátermettségét, kétettségét a magyar függetlenség szolgálatára állt. A város egyes körzeteiben a november 4-e előtt napokban számítottak az újabb szovjet beavatkozásra, de úgy tűnik Csepelen, vagy csak Csepel központjában nem. 4-én reggel a kapitánsága mindenki el volt keseredve, ekkor tudta meg az intervenciót, hogy azt, hogy a kormány bejelentette, hogy a hadsereg és a nép egységesen harcol a szovjet csapatok ellen, valóta a parancsnokság egyik tagja. November 4-én reggel a rádió hallotta a nagyjönő felhívását, és a katonát nagyon megerített, közölte Somogyi Tibor tizedes, aki ekkor csatlakozott a csepeli rendőrséghez. A hogyan tovább kérdésében markánsan eltértek az álláspontok. A Nemzeti Bizottságnak az volt a véleménye, hogy nem szabad harcba keveredni a szovjet csapatokkal, mert a helybeliekre nézve csak káros lehet. A harccal nem érthetünk egyet, de nem volt erőnk közölte később Ivanovics István, a bizottság elnöke. A radikálisabb forradalmárok azonban hallani sem akartak a fegyverek vetételével. A nemzetőrség irányítása ekkor végképp új kezébe került, hadászatok a tanácsadója Andi József repülő főhadnagy lett. Értékes József pedig a szárcsegi szerepét töltötte be. Kőri Sándor főhadnagyot kinevezték tüzösség parancsnokának, aki ragaszkodott ahhoz, hogy munkájában ne alakozott be senki. A parancsnokság végső ellenállásra gondolt, mivel bízott a nyugati segítségre. Ebben azt voltak a szabadságharcosok harcosok többsége, akik főleg az ENSZ erőtől várták a támogatást. Kőrösi főhadnagy felsarkadatta a 20-25 honvédet, akik a 6-os ütegből és az ezért harcállás pontjára csatlakoztak hozzá. Elosztotta a katonákat a dövegeknél, a hiányzó helyeket pedig Guri az önként jelentkező civilekből pótolta. A Szent Imre tér épületében a civil fegyveresek elfoglalták állásaikat. A királyerdői soroncsoportot Guri átköltöztette, ekkor védelmi vonalat alkottak a Csepel északi részét. Már reggel órában megjelentek a szovjet katonai járművek, de szabadon cirkálhattak, mert ekkor még Guri is azon a véleményen volt, hogy tűzszünet van, nem szabad azt megsérteni, csak akkor, ha a szovjetek kezdeményezik a konfrontációt. Később viszont valószínűleg, miután informálva a város egyik közepében zajló harcokról, sőt, az a rémület is elterjedt, hogy a szovjetek felgyújtották a parlamentet, megváltoztatta állásainkat. Ne engedjük be a Csepelen a szovjeteket, de ha bejönnek, ne engedjük ki őket. Tehát a bevonult szovjet páncélosokra tűzparancsot adott ki. Harc a Csepelen. Az első összecsapása 4-én a korral délután órában került sor. Tököl felől a Rákóczi úton egy szovjet páncélautó és két harckocsi tűnt fel. A célba vett páncélautó a Szent Imre téri kaszik előtt kigyulladt. A benne lévő őszerek felrobbantak, a légnyomás betörte az agarokat. A benne lévő 3-5 katona köztük a lehető halálra égett, a menekülőket a civil fegyveresek több oldalra vették szóra, így esett el 5-6 katona. Kettőnket viszont kórházba vitték. Az egyik szovjet harckocsi a tél másik oldalán lévő munkásszálló előtt kapott végzetes találatot, a személyzet sorsáról mutatkozhatai. A harmadik páncélos elmenekült. Éjfél előtt egy szovjet harckocsi nyilván megfaladó veszteséget szétült a Szent Imre tér házakat. Számos sorkatona még este távozott, helyüket a parancsnokság újabb civilekkel pótolta. Másnap egész kezdetben Királyerdőben hárosan is volt a harc, de különösen éjszakon, ahol a sorcsoport küzdött nagy elszántsággal. Este egy zsákmányos sorozatvetővel lőtték a szovjetek
tököli repülőterét, bár nem okozta súlyos veszteséget a megszállóknak. Ezután folytatódtak a súlyos harcok, a nyugati segítség csak nem érkezett. Korvinistáktól is kértek segítségtámogatást, de egykorban éppen rajta volt a nyomás. A csepei repülő parancsnokság az addigi harc elméket nem értékelte túl, nyilvánvaló volt, hogy a szovjet erők bármikor érvényesítik sokszoros fölényüket. Ennek kísérletetésére a nyugati támogatásra továbbra is bízva, a szigetre történő gyors behatolást megakadályozandó, a Kvassa és a Gubacsi hídelőtt útszakaszt felrobbantották, a szovjet páncélosok mozgását azzal is akadályozták, hogy a csepei művek egyes kapuja elé 5-6 vasbunkával megrakott vagont húzattak ki. A szovjetek így nem tudtak bemenni a gyár területére, másrészt Szentirentén megközelítését is megnehezítették. Később a vámmentes kikötőben is kitoltak vagonokat, olajtartályok a megtöltve. Ezekben a szovjetek belőttek, még vagon kiégett. November 1-én a szovjetek megkezdték a szigeten az aknázást, amely komoly pusztítást nézett a városrész központi körzetében. Bárhonnan szedj elő embereket, a kikötőben hallgatassuk el a szovjet atomeretőket adta ki az utasítók új helyettesének, Andinak. Nem tudjuk, voltak-e valóban atomeretők itt, vagy a Gerédhegyről is lőtték el ezt a városrészt. Ezen kívül még a sziget északkeleti részéről, a bolgárti kertészet környékéről is támadták őket. Az addigi sikerek és a megszervezett védelmi vonalak mit sem értek az atomtámadásokkal szemben. A sziget északi részén ekkor már összecsaptak a szovjet páncélos és a gyalogos erőkkel, akárcsak a városrész központjával. Egy harcokról, magyarázatokról is tudunk, egy harcokban a magyarázatokról is tudunk. Külösi főhadnagy ez a napon elhagyta a helyszínt, Burri hiába próbálta malasztani. A Kagantis kifogásolta, hogy a főparancsnoktól nem kapott megfelelő támogatást a fegyelmezetlenül lövöldözgető civilek megfékezéséhez. Másrészt Burri nem tudta teljesíteni a lövegkezelő kérését a gyors tüzelő fegyverek beszerzésére. Meggyűlt a baj Andival is, akit általában utasnak láttak, mivel beleszólt a lövegek felállításába. Egyik löveget pedig öntevékenyen akarta mondatni, illetéktelenül parancsolgatott a személyzetnek. Ekkorban már felderítési célból mindenőbb számban körülte Csepel felett a repülőgépet. A kora délutáni órákban az ellenállók el is találtak egy harci gépet, amely gyulladt, a Csepel temető környékén lezuhant, és három fő is remélete életét veszette. A nap folyamán a kostály épületet, amelyet a sorcsoport együtt felvédett, teljes találat kapott, csodában határos módon komolyabb sérülés nem történt. A Csepeli nyomdában sem, amelyet szintén sérülés. Az aknázás, a harckocsizók repülőt után november 8-án megkezdődött a szovjetek gyalogsági támadása is. A sziget északkeleti részéről közelítették a város rész magját. Ekkor ismét a sorancsoport, illetve annak egyik gazdagra kapott utasítást a vámmentes kikötő környékén lévő három aknázási megsegítésére. A felek a bolgár földnél csaptak össze, mint a 15 gépisztolyokkal kézzeljártak a felszálló civil szabadságharcos terült szemben három harckocsival és két teherautó gyalogsággal. A felterők szétszórtak, ketten elestek közülük. Burri ezután az Adi-Endre útra a technikót elfoglaló szovjet erők ellen küldte erőit. A harcot felvettük, egy harckocsit kilőttünk, majd a technikumban lévő egységet elhallgattuk, hallott a később a lényünk. Útrobbantások, elzárások ellenére a szovjet harckocsit november 8-án beértek a városrész központjába. Délfelől ezt amúgy viszonylag könnyen megtehették. A reggel megkezdődő összecsapásokban három szovjet páncélost semmisítettek meg a szabadságharcosok. A harcok következménye azonban igen tragikusak voltak. A városrészt a szovjetek súlyosan szétomolták, sokan a romok között vehették halálukat. A lakosság retteget és egyre inkább nélkülözött. Amíg mindig kitartó ellenállottak, pedig már alig hívott muníciót. De még mindig akadtak vannak, akik nem adták fel. Reggel a szovjetek újabb általános támadást indítottak, apnatűzve harckocsikkal, a gyalogsággal. Ekkor 9-én itt Csepelen volt a legerősebb ellenállás egész országban. Még néhány löveg személyzete is kitöltött, bár a harckocsik már a városrész központjában cirkáltak, gyíkuskázták az utcákat. Mert József felkerül, így emlékezett vissza erre a napok harcaira. Reggel támadásra eredettek, amelyek eredményeként két harckocsikat kilőttük. Ezután aknával lőttek két órán keresztül. Az aknatűz után ismét nagy mennyiségben szovjet tankok jöttek. A Kossuth-Lajos utcában már nem jöhettek, az ott kilőtt harckocsik alkotta torlaszok miatt. A Gubacsi híd felől intézett támadást, ezúttal két harckocsira is rálőttek. Az egyiket megrongáltam, de tovább haladt. A másikat nem tudom, eltaláltam el.
orosz forrás szerint négy harckocsikat semmisették negyekről, és jelentős veszteséget érte a gyalogságot is, sőt, a tűzharcok keresztül ismételt támadással Moszkvára sikert. Ennek okai a lehetés alábesült a felkelők elvét, és rossz volt a fellehítés is. Horváth István igyemlékezett vissza. Én magam még egész nap harcoltam a szovjet gyalogság ellen, csak később délután hagytam a harcot, amikor már géptisztolyomból minden történt kifolyott. Megszűnése. A Védgát utca és az Adiugú kereszteződésénél a szovjetek áttörték a védelmi vonalat, a Véd végállomásnál lévő légvédelmiről besült, ezt a harckocsik aztán fölbe tapasták. Hey, gyerekek, nagyon meleg a talaj, jelentette ki Búri. Ha az amerikaiak nem jönnek reggelig, akkor mindjárt rövidesen lódni fogunk. Mindenkinek le kell lépni, mert aki itt marad, az lódni fog, tette hozzá értékes József. Az esti órákban Szent Imre tér környékéről a megszálló csapatok kiszorították a szabadságharcosokat. Buriék kénytelenek voltak elhagyni kapitányság épületét. 10-én hajnalban megszűnt a kerületben a fegyveres ellenállás, avagy a megfelelő hatóság kifejtését élve, a szovjetek végképp elszabadulták Csepet. A november 9-én harca következtében, de mindenek előtt a szovjetek kivéletett terrortámadása miatt 35-en haltak meg Csepet. Rendkívül szegény munkás lakások kártyavárként. A városrész ostromában az intervenciós erők 15-20 embert vezettek, megsemmisült 8 harckocsijuk, egy megmunkálódott, egy repülőjük, egy páncélautójuk és egy páncélzott őszeszámító járműjük is. Az ellenállók közül 5-5 tudunk, akik a harcban estek el, de valószínűleg ennél több volt a hősi által. A megtalálások közvetből 12 a megtalálás során, közvetből 12 forgalmát végeztek ki, köztük Andi Józsefet, Horváth Istvánt, Kőkös Sándort, Major Erdőt és Somogyi Tibor. A legsúlyos a börtönbüntetés a Andor György, Merz József és Hanyec András szenvedte el, akik közül még a 1963-as nagyanészete után sem szabadolhattak, csak 1972-ben, 70-ben, 67-ben. A felkelők közül 71-en emigráltak, köztük Búri István, Kettőgyes és Sorant Károly. Köszönöm szépen! Kárpátaljai és magyarországi önkormányzatok, tisztelt konferencia, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim. Október 23-a a magyar nemzet történelmének egyik igen fontos emléknapja. Konferenciánk témája az emlékezés, emlékezni a 60 évvel ezelőtti eseményekre, mikor népünk megelégelte honfitársaink 100 000-ének küldözését és viselkedését, megelégelte a nemzet millióinak mindennapi megfélemlítését, megelégelte a kommunista terror fájdalmasan hosszú éveit, és úgy döntött, gátat vett a mindent áttörő valóságok rendszerének. Tisztelt hallgatóság! Jászember vagyok. Tekintsük át azt, hogy a Jászság fővárosában, Jászberényben milyen események történtek ezekben a napokban. Jászberényben ez idővel két katonai egység állomásodott, az öreg laktanyában egy szovjet páncélos alakulat, az új laktanyában pedig a magyar népadsereg 51. tüzetjárvezetet. Október 24-én 0 óra 30 perckor a budapesti események hatásával magasabb egység a tüzéletben viadót rendelt el, de a laktanyát nem hagyták el, menetkész állapotban várták a további parancsot. Ezen a napon a helyi szovjet katonai parancsnokság felkereste az alakulatot a katonai ténykedés összehangolása érdekében. A két alakulat kölcsönösen összekötő tisztet küldött egymás laktanyájára. Felvették a kapcsolatot a helyi polgári és közigazgatási, valamint pártszervekkel, és megtették a szükséges intézkedéseket az esetleges szükségessé váló objektumok, szervek védelmére. A tüzérezred 1956-os eseményeit összefoglaló jelentésből tudjuk,
hogy az alakulat katonáitól október 25-e és 30-a között 4 alkalommal kértek segítséget karhatalmi feladatok végrehajtására, tömegoszlatásra, rendfenntartásra és vezető funkcionáriusok védelmére. Nagykátára 2 alkalommal, Kókára és Jászárokszállás községbe pedig 1-1 alkalommal. A budapesti eseményekről értesülve a járási kiegészítő parancsnokság parancsnoka összetartást rendelt el. Október 25-én a járási és a városi pártbizottság fegyvereket kért és kapott a tüzér laktanyából. Október 26-án a tüzérezer parancsnokához távmondat érkezett a hadosztály parancsnokságtól, melyben az árt, hogy a párt és a tanácsi vezetőket telepítse be a laktanyába, hogy megvédje őket az esetleges támadásoktól. Somogyi Jenő, százados ezredparancsnok, megbízott ezredparancsnok beszélt a két pártitkárral, amit járási széke is volt Jászberé, és megígérte, menedéket nyújt a hozzáforduló hivatalnokoknak. Ezután a legfontosabb objektumoknál katonai őrséget állított fel, és megszervezte azok védelmét. Ezt közösen végezték a szovjet katonákkal. A városi lakosság a Kossuth Rádió szűkszavú tájékoztatásaiból, a Szabad Európa Rádió adásaiból és az újságokból tájékozódott az eseményekről. Legjobban értesültek a teherfuvarozási vállalat dolgozói voltak. A gépkocsi vezetők folyton utaztak, így hozták és vitték a híreket, a későbbi események egyik fontos mozgató rúgói is ők lettek. A forradalmi hangulat 25-26-ától érezhetően erősödött. 25-én felső utasításra a középületekre kitűzték a nemzeti zászlót, fellobogozták a várost. A gimnazisták a nemrég kapott bocskai sapkájukra nemzeti színű szalagot tűztek. Az utcákon és az üzemekben forradalmi eseményeket tárgyalták. Közben a Kárpátaljáról Magyarországra vezényelt szovjet páncélosok a városon áthaladva erődemonstrációkat végeztek. Szovjet katonák is őrizték a város egyes pontjait és a városba bevezető utakat. Október 25-től elkezdődött az üzemi munkástanácsok szervezése, melyek megalakulását 26-ától az országos és a párt állami vezetés is elismerte. A városban az első munkatárs tanács az autóközlekedési vállalatnál alakult meg. Október 23-án este elhatározták a szovjet emlékmű ledöntését. 27-én reggel a rendőrségtől tájékoztatást kértek az ügyben, azok hozzájárultak, csak azt kérték, hogy azt ne robbantással végezzék el. Utána a városházán a tanácselnöknek bejelentették ebbéli szándékukat, majd az aprítógépgyárba, a fémnyomó és a lemezárugyárba, és a tanítóképzőbe mentek, csatlakozásra szólították fel a munkásokat és a diákokat. A tüntetők nemzeti színű zászlókkal feldíszített teherautókon vonultak be a városba a Rákóczi úton a szovjet emlékműhöz. A szobornál Imre Béla, aki a járási tanács technikusa volt, lelkesítette a tömeget, majd néhány társával együtt bement a gimnáziumba, és a gimnazisták is kivonultak tanáraikkal együtt a gimnázium zászlajával a szoborhoz. A tömeg egyre nőtt, hazafias és szovjetellenes jelszavakat skandáltak, és követelték a szobor ledöntését. 9 óra előtt néhány perccel a térre érkezett egy Jászberényben dolgozó budapesti tehergépkocsi. Kötelet kötöttek a kocsira és az emlékmű tetejére. A gépkocsi meghúzta a kötelet, és az emlékmű eget rengető tapsvihar mellett ledőlt. Felhangzott a himnusz, a tömeg könnyes szemmel énekelte, olvashatjuk Erdész Sándor múzeum igazgató krónikájából. A ledöntött szobornál Baranyi Árpád 4. osztályos gimnazista tanuló elszavalta a nemzeti dalt, többen beszédet mondtak,